Gondatlanságból kaphatott mogyorót tartalmazó ételt egy mogyoróallergiás nő Budapesten még 2014-ben, aki ennek következtében agykárosodást szenvedett. Az ehhez hasonló allergiák tünetei a kismértékű irritációtól egészen az életveszélyes reakciókig terjedhetnek. Hogy hogyan lehet kezelni egy allergiás rohamot és milyen szabályok vonatkozhatnak az éttermekre az allergének jelölésével kapcsolatban, arról Zolta Jannát, a Nébih vendéglátás és étkeztetés felügyeleti osztályának vezetőjét és Frányó Eszter dietetikust kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdőcsokolom, ugye egy 2014-es ügy az, aminek kapcsán beszélgetünk, egészen elképesztő a képeket látva és megdöbbentő. Több fajta felelősség is felmerül, de akkor kérdezem, hogy az éttermeknek hogyan kell viszonyulni alapvetően a vendégekhez olyan értelemben, hogy ugye vannak allergiás vendégek is, tehát mi az, amit neki mindenképpen jogszerűen kínálni kell ebben a témakörben? Talán azzal kezdeném, hogy erről a konkrét ügyről semmiféle információnk nincs, holott van egy jogszabály, a 2008 évi 45-ös törvény, amely kimondja, hogy ha az élelmiszer vállalkozó, beleértve a vendéglátókat is, tudomást szerez arról, hogy az általa készített vagy feltárolt ételtől megbetegedés, vagy annak gyanúja fordult elő, az köteles bejelenteni az élelmiszerlánc felületi hatóságoknak. És akkor nézzük, hogy most ez a szabályozás hogy néz ki Magyarországon. Az Európai Unió tagállama vagyunk, így e tekintetben van egy uniós rendelet is, amelyik rendelkezik, de van egy magyar, egy hazai jogszabály is, amelyik kimondja, hogy a vendéglátásban is az ételek allergén tartalmáról a vásárlást megelőzően kell a fogyasztót megfelelő információk birtokába juttatni. Ez elég szigorú szabályozás, 14 allergiát vagy intoleranciát okozó anyagot nevesít a közösségi jogszabály, és ezek tekintetében a vendéglátóban nem elég csak szóban tájékoztatást adni, hanem nagyon fontos szabályozás, hogy ez a szóbeli tájékoztatás dokumentációs alapú legyen, tehát legyen egy dokumentáció, tehát a fogyasztó el is kérheti ezt a dokumentumot. Bocsánat, ez az étlapnak egy melléklete kellene, hogy legyen, mert találkoztam már. Ezt úgy hívjuk, hogy anyaghányad nyilvántartás a vendéglátásban, vagy kalkuláció, aminek tartalmazni kell az allergiát, intoleranciát okozó összetevőket, illetve hát még más adalékanyagra vonatkozó információkat is. De ezt kérni kell, vagy ez ott kell, hogy legyen az asztalon? Ezt kérni kell, tehát kérni a vendég kell. Felelősségét is szeretném aláhúzni. Ugyanakkor a vendéglátó üzletekben ki kell írni, hogy az allergiára vonatkozó információkat hol találja meg a vendég az üzletben, kérheti az üzletvezető tájékoztatását, és ha például egy vendéglátó helyen több helyen zajlik értékesítés, mondjuk egy nagyobb komplexumra gondolok, akkor több helyen kell kiírni, hogy hol jut a vendég az információhoz. Ami történhet szóban, átadása történhet szóban, történhet írásban. Eszter, egy ilyen allergiás reakció milyen tünetekkel jár? Nagyon változatos, a legsúlyosabb ez az anafilaxiás sok, de egyébként, ha mondjuk elindulunk onnan, hogy akár egy bőrtünetet okozhat, egy csalánkiütést, gyomorbérrendszeri tünetek, tehát hányás, hasmenés, lehetnek idegrendszeri tünetek, lehetnek légzőszervrendszert érintő tünetek, tehát rendkívül változatos. Engem az döbbentett meg ebben az ügyben, vagy az is, hogy itt azt hallottuk, hogy mindösszesen egy kanállal fogyasztott abból az ételből, ami ugye nem mogyoró, hanem mogyorót tartalmaz. Ilyen erős allergiája lehet valakinek. Az a helyzet, igen, hogy az kapcsán. Allergiánál nincs összefüggés a tünetek, illetve az elfogyasztott allergénnek a mennyisége között. Uh-huh. Tehát itt nincs ilyen, ugye mondjuk ellenben az intoleranciával, amit érdemes elkülöníteni. Tehát itt a kis szennyeződés, a kis nagyon pici mennyiség is számít, tehát hogy nem konkrétan mogyor. Egyébként pontosan nagyon fontos a szabályozás azt mondja ki, hogy nem elég az összetett összetevők allergén információira is ki kell térjen ez a tájékoztatást, és van egy szósz, egy bármilyen mártás, amit készen vásárolnak, azon is annak a gyártója köteles feltüntetni az allergéneket, és erre vonatkozóan is a vendéglátónak tájékoztatást kell tudni adni. És az is nagyon fontos szabály, hogy a tájékoztató személyzetet a vendéglátónak erről a tájékoztatás módjáról ki kell oktatnia. Tehát át kell adni az információt. Igen, igen. Nekem, mint allergiásnak kell, hogy legyen nálam bármilyen dokumentáció azzal kapcsolatban, hogy én hivatalosan igazoljam azt, hogy nekem valóban allergiám van? Ez mindenkinek a saját felelőssége. Én szeretném elmondani, hogy ez egy élelmiszerbiztonsági probléma, és jelentős élelmiszerbiztonsági probléma, de az, hogy az élelmiszerbiztonsága helyén legyen, nem elég csak a jó környezet,
ami egyébként szerintem ebben megvan. Fontos a vállalkozói felelősség, de ne felejtsük el a fogyasztói felelősséget sem. Hiszen ha én allergiás vagyok, és pláne ha külföldre megyek, akkor az adott ország nyelvén is kell, hogy valamiféle felkészültségem legyen, mert akár kommunikációs hiba is okozhat egy félreértés problémát. Eszter, hogyha azt látjuk, hogy valakinek ilyen vagy hasonló jellegű rohama van, akkor mit tehetünk? Hát azonnal mentőt kell hívni természetesen. Hát ilyen esetben igazából perceken múlik, ahogy ott a riportból is, hallhattuk, hogy ugye a keringés összeomlik, és nem kap vért a létfontosságú szervek, ha nem kapnak vért, akkor annak nagyon súlyos következményei lehetnek, és legsúlyosabb ugye a halál, ami szintén akár perceken belül bekövetkezhet. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Köszönjük.